Ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Ez az első üzenet. Pedig nagyon általánosnak tűnik, olyan, mint amikor Jókai elkezd egy regényt írni, és az elején valami bevezetőt ír, elkezdi szépen fölvezetni, de hát azt el is felejtjük, mert nem nagyon tartozik az a történethez. A Biblia nem ilyen. A Bibliában, a bibliai történetmesélésben, a történetek megírásában, mivel a Szentlélek volt az, az isteni lélek, a mennyei lélek, aki ezeket a gondolatokat egyrészt adta azokba, akik megfogalmazták, tehát munkálta ezt a gondolatot, másrészt adott hozzá képességet, hogy ezt le is rögzítsék, ezért az Isten lelke nem szokott felesleges munkát végezni. Ha az van ebben az igében, az első mondatban, hogy ünnep van és Jézus fölmegy, hogy részt vegyen az ünnepen, annak üzenete van. Annak oka van, ha itt ezt fontosnak tartotta az evangélista János apostol megfogalmazni. Mert ez a kettő összefügg ám. Testvérek, ez a kettő mindig együtt van. Tessék megtanulni, tessék ezt komolyan venni, hogy Jézus és az ünnep, ezek mindig szimbiózisban, együttélésben vannak. Jézus, figyeljük meg a Bibliát, mindig fölmegy az ünnepekre. Jelenlétével hitelesíti komolyságát, fontosságát, azzal mutatja meg, hogy ő fölmegy az ünnepre. Ő részt vesz az ünnepen. Tudjátok miért? Azért, mert a mennyei dimenzióból, a mennyei világból származik az a parancs, hogy bizonyos dolgokat meg kell ünnepelni. És az azt jelenti számunkra, hogy amikor biblikus ünnepet ünneplünk, biblikus, nagyon fontos. Nemrégen beszélgettem valakivel, és mondta, hogy alig várta, hogy megnézze az új naptárt, 2024-et, hogy hol vannak a hosszú hétvégék, hol vannak azok az ünnepek, ahol hála a jó Istennek, idézem, telibe trafálta a hétköznapot egy ünnep. Ennél nincs is jobb. Hát a négy napos hosszú hétvége, hát az meg maga a csoda. A Biblia bizonyos ünnepeket úgy ad, úgy helyez a szívünkre, és csak ezeket, hogy azt a mennyei dimenzióval, a mennyei világgal hitelesíti, és erre Jézus a bizonyság. Nem minden ünnep az, ami a Biblia szerint Jézus jelenlétét adja, hozza majd az életünkbe. Nem minden ünnep. Testvér, nem minden ünnepnek kell örülnöd 2024-ben. De azoknak az ünnepeknek, amelyek a Bibliából valók, azoknak igen. Mert valami csodálatos módon minősítette lehetőség van Jézussal találkozni azokon az ünnepeken. Ezek a pirosbetűs ünnepek közül az üdvtörténeti ünnepek, amit kaptunk a Bibliából. Ugye ez a karácsony, húsvét, pünköst. Hozzá tartozik minden, ami az ünnepkörhöz járul. Például a húsvétnál értelemszerűen a nagypéntek, a nagycsütörtök, a nagyszombat, és természetesen a pünkösnél a mennybe menetel, az áldozó csütörtök, tehát ezek mind oda tartoznak. De van még egy pirosbetűs ünnep, amit hétről hétre megünnepelhetsz, amikor az ünnep és Jézus így szimbiózisba kerülnek, összefüggnek, együtt mozognak, ez pedig a vasárnapod, mert az is piros betűs. Testvérek, ne felejtsük el, 2024-ben nagyon sok vasárnap, nagyon sok üdvtörténeti ünnep vár bennünket. Azért, hogy találkozzunk Jézussal. Mit jelent az ünnep szó? Itt vannak kicsik, ők még talán nem fogják érteni, de az idősebbek igen. Az ős magyar id szóból, ami azt jelenti, hogy szent,
Ebből származott az idv, vagy üdv, idvesség napja, üdvösség napja, az ünnep. Így több száz éven keresztül kialakult ez a szó, azaz a szent nap. 2023-ban lehet, hogy nem volt ünnepes az életed. Lehet. Nem, megtartottuk mi a karácsonyt, persze. És ünnep volt, szent nap volt, találkoztál Jézussal? Nem. Akkor nem volt igazából ünnep, érted? 2024-ben tessék megtanulni. Ünnep és Jézus. Jézus nélkül nincs ünnep, de ha van ünnep, akkor az azért van, hogy az a Jézus, aki megmutatta a Bibliában, megmutatta a történetekben, az evangéliumokban lejegyzetelték, hogy mindig fölment az ünnepre. Ő ki nem hagyta volna. Ezzel a Jézussal találkozhatsz. És ez miért jó? Azért, drága testvéreim, mert majd ki fog derülni itt a történetből, hogy nagyon jó, hogy ott volt Jézus. Hogy az ünnepet Jézus tette igazán ünnepé, fölment Jézus Jeruzsálembe, és ott ünnep lett.